Üdvözöllek, kedves zsírégető harcos! Majdnem során szeretném számodra bemutatni Brigit, aki dietetikus, és szakmai munkájával segítségünkre van a zsírégetés harcosainak rendszerében. Hasznos tanácsokkal lát el, hogy elakad táplálkozás területén, ha lakadok táplálkozás területén, valamint a receptprogramunkban is nagy segítségünkre volt. Továbbá Katona Miki keresztapámat, aki a receptprogram megalkotása során a receptek összeállításában közreműködött, olyan szinten is, hogy ő rajta teszteltük le első körben a recepteket. A receptek alkalmazása során ő már a zsírégető harcosaink rendszerének mozgás részét is folytatta, mely során hatalmas sikereket ért el, de erről bővebben majd ő fog beszámolni. Tehát akkor kezdjük először is Brigitával. Tehát először is szeretném neked bemutatni Brigit, aki dietetikus vagy táplálkozástanácsadó. Tényleg, Brigi, hogyan is mutassalak be? Mi a különbség a két megnevezés között? Szia, kedves zsírégető harcos! Igazából a két megnevezés között nem sok különbség van, vagy tulajdonképpen nincs is különbség, mert a dietetikus az egy táplálkozási tanácsadó, aki egészséges, illetve beteg embereknek ad tanácsot. Értem, tehát nem csak azt jelenti, hogy cukorbetegekkel foglalkozol, hanem más betegekkel is? Igen, természetesen. Tehát akármilyen betegségben szenvedő betegeknek tudunk diétás tanácsadást tartani, gondolok itt akár egy epebetegségre, gondolok itt egy epeműtét utáni állapotra, egy gyomorbetegre, akinek fekély betegsége van, annak is egészen másféle diétát kell tartania, mint egy cukorbetegnek. És az egészséges embereknek is tudunk tanácsot adni, hogy megelőzzék a betegségeket, tehát egy prevenciót is látunk el. Oké, szuper, ezt most tisztáztuk. Ám még itt van egy fontos kérdés az elején, mely körül igen nagy a félreértés. Fogyókúra vagy diéta? Neked erről mi a véleményed? A fogyókúra egy kúra, benne van a nevében is, tehát egy időszakos dolog. És általában a fogyókúrázók abba a problémába, hibába esnek, hogy a fogyókúrát abba hagyva nem változtatnak életmódot, visszatérnek az előző táplálkozásukhoz, és elindul a jó effektus, és a leadott kilók akár többszörösét is vissza tudják szedni. Ezért kellene egy fogyókúrázónak a fogyókúrát befejezése után életmódot változtatnia. Oké, akkor ezt is tisztáztuk. De végül is a te munkád hogyan is segít az embereken? Én a munkahelyemen általában beteg embereknek tartok diétás tanácsadást, például legutóbb is epeműtétes betegeknek tartottam diétás tanácsadást, epeműtét utáni diétáról, és összeállítottuk közösen az étrendet. Természetesen ez úgy szokott történni, hogy többször visszamegyek a beteghez, hogyha még kérdése merülne föl, akkor föl tudja tenni, és úgy tudjon hazamenni az otthonába, hogy minden kérdésre megkapta a választ. Tehát akkor mondhatjuk azt is, hogy a túlsős emberek az egy betegség, egy mély betegség, akár Magyarországon is? Persze, a túlsúly betegség, bizonyos fok fölött már betegség, és kezelésre szorul. És a dietetikus az egyik mencsvára egy fogyókúrázónak. Oké, akkor ezt is tisztáztuk. És hogyan segítesz a zsírégető harcosainak? Ha bárki megakad a táplálkozás terén, Zoli fölhív engem, és segítek a táplálkozásban, illetve hasznosnak tartom a zsírégető harcosai receptprogramot, amely egy sikeres útmutató az életmódváltáshoz. Zoli felkért az augusztusban megrendezésre kerülő ZH táborban is, hogy segítsek neked az életmódváltásodban. És az a táborban ott hogyan fogsz segíteni? A táborban természetesen kérdésekre válaszolok, bárkiben mi merült föl menet közben, illetve konyhatechnikai eljárási trükköket is fogok tudni mutatni. Alapanyag választásban is segítséget tudok nyújtani, hogy például két hús közül melyikben található több zsíradék, és melyiket választ ahhoz, hogy kevesebb rejtett zsíradékot vigyél be az ételekkel. Nagyszerű, pont a zsírról szeretnék kérdezni tőled, mert a héten terítéken volt nálunk is. Neked mi a véleményed a zsírokról? Természetesen a zsírok szükségesek a táplálkozásunkban, mert a zsírban adódó vitaminok nem szívódnának föl nélkülük, de meg kell válogatni a zsírokat, tehát nem mindegy, milyen zsírt használsz, mert vannak úgynevezett jó, illetve rossz zsírok, meg jó és rossz zsírsavak, tehát azt kell megválasztanunk egy
ételkészítéshez használt zsíradékon, hogy milyen fokban tartalmazza a jótékony hatású zsírsavakat, gondolok itt az omega 3, illetve az omega 6 zsírsavra, és természetesen azt is meg kell válogatni, hogy milyen zsíradékkal készítjük az ételeinket, tehát hogy ne sertészsír, illetve tyúkzsír vagy kacsazsír legyen, hanem lehetőleg növényi olaj, akár hidegen sajtolt olívaolajat javasolnék használni, akár ételkészítéshez is, akár saláta készítéshez is. Tehát a munkás során, akikkel kapcsolatba kerülsz, szoktad biztatni őket, hogy ha még nem tették meg, kezdjenek el mozogni? Természetesen mindenkinek szoktam javasolni a mozgást, illetve még arról is szoktam neki, abban is tudok nekik segíteni, hogy melyik mozgással mennyi energiát, kalóriát tudnak elégetni. Zárásként pedig mit tanácsolsz a zsírégető harcosainak? Kedves zsírégető harcos, azt tanácsolom neked, hogy próbálj meg a fejedben rendet rakni ahhoz, hogy sikeres legyen az életmódváltásod, és ebben fog neked tudni segíteni a program, illetve Zoli. A zsírégető harcosok nevében is köszönöm az eddigi és az utáni munkádat, és már nagyon várom a közös munkánkat a táborba, ahol közösen fogunk rengeteg zsírt elégetni. Én is várom. Szervusz! Üdvözöllek! Szeretném bemutatni neked akkor Katona Mikit, aki megkérem, hogy mondjon magáról egy pár szót. Szervusz, Katona Miklós vagyok. Én mindig, főleg érettségi után kerültem erre a szakmára, felszolgáló tanulóként. A kettőt ötvöztem, a sportot és a gasztronómiát. A munkám során sikerült elég sok kollégával, szakácsokkal és séfekkel dolgoznom. Minden mozdulatokat lestem, és nagyon sok mindent ellestem tőlük. Későbbiekben a megfelelő tapasztalataim után már kiforrott gondolataim voltak arról, hogy esetleg én mit csinálnék, és hogyan másképp. Ezt a munkát ötvözte az életembe a sport. A kettőt próbáltam olyan optimális szintre hozni, hogy megfelelő testmozgás és megfelelő táplálkozást biztosítsak magamnak. Hát ugye ezután kerültünk mi kapcsolatba, és ennek tudatában próbáltunk közösen dolgozni, aminek a termékeit ti is látjátok. Kinek mondd el, hogy milyen szándék vezérelt, hogy a receptprogram összeállításában részt vegyél? A receptek összeállításánál az a nemes szándék vezérelt engem, hogy egy olyan forradalmian új étrendet biztosítsak számodra, számotokra, amiben ugyan megtalálható a hagyományos magyar konyha, de mégis forradalmian eltér az összeállítását, ízvilágát tekintve. Tehát a receptek összeállításánál mire fektetted a legnagyobb hangsúlyt? Szándékaim szerint a legnagyobb hangsúlyt én a három fő ellenség, a cukor, a liszt és a só minimális bevitelére, de ugyanakkor mégis a helyes arányaira fektettem, illetve nagy hangsúlyt fordítottam a napi szükségletek során a fehérjék, a zsírok, a szénhidrátok és a zöldségek optimalizálására a napi fogyasztásunk során. A megfelelő jó zséhás táplálkozáson kívül mi az, amit szem előtt kell még tartani egy harcosnak? Meggyőződésem, hogy önmagában a zséhá táplálkozás is egy nagyon eredményes és nagyon jó dolog, de emellett elengedhetetlen és szinte szükségszerű a napi testmozgás, a testedzés, és a kettőnek az helyes ötvözete adja meg a helyes életmódot. Miki, mi volt a célod a receptekkel? Mivel állandóan súly problémával küzdöttem, elsődlegesen a megfelelő testsúly elérése saját magam számára, és hogyha ezt tudom bizonyítani önmagamnak, akkor méltó tükröt állíthatok a többi harcos elé is, és nem csak a többi harcos, hanem a következő ifjabb generációnak a helyes táplálkozás irányában. És ez a táplálkozáson múlik csak, vagy pedig esetleg más is bele kell vinni az életmódba? Természetesen első a táplálkozás, de feltétlenül a helyes táplálkozás, a forradalmi, a megváltozott új táplálkozás a ZH értékrend szerint, emellett még a rendszeres testmozgás elengedhetetlen mellé.
És ezt te is használod? Természetesen, a kettő együtt megy, tehát ezt megválasztani a helyes táplálkozást és a rendszeres testmozgást. Nem győzöm hangsúlyozni ebben, hogy a rendszerességet, tehát nem elég egyszer egy gyakorlatot elvégezni, napi testmozgást, hanem egy életmódot kell változtatni ennek érdekében, hogy eredményesek legyünk. És nálad ezek milyen eredményeket értél el a helyes táplálkozással, illetve a mozgással? Megmondom őszintén, eleinte nagy akaraterő kell, és nehezen indul, de amikor néhány nap múlva a fejben rendbe teszed ezeket a dolgokat, és látod az eredményeket, ez ennél nagyobb ösztönzőerő nincs, mert hetek, egy-két hónap elteltével már szemmel látható súly leadásom volt. Esetleg ezt számokban is megosztanád velünk? Hát elég kellemetlen helyzetben hozol ezzel a kérdéssel, ezzel nem nagyon szerettem volna dicsekedni, de közel 120 kilóról indultam, és amikor ez a riport készült, ma reggel 96,5 voltam. Gratulálok az eredményedhez. Nagyon köszönöm. És mit ajánlasz azoknak, akik nézik a riportunkat? Mindenféleképpen vágjanak bele mind a két fő irányba, tehát a korszerű táplálkozás, ezáltal a GH receptekbe, így építsék fel a napi étkezésüket, és ahogy az előbb mondtam, emellett párzamosan a napi és a rendszeres testmozgás, a tudatosság és a rendszeresség. És hadd kérdezzem meg, hogy a GH életmódod során hogyan alakult az életed? Megváltozott, jobb lett-e, vagy rosszabb? Maga az életviteled, energiád mennyivel lett jobb, mennyire változott? Én azt hiszem, hogyha valaki ismert ezt megelőzőleg, és hogyha most rám néz, tehát a külső megjelenésem is szembetűnő, de emellett az én napi közérzetem összehasonlíthatatlanul jobb. Magyarul terhelhetőbb vagyok, nyugodtabb vagyok, olyan dolgokat újból meg tudok csinálni, mint ezt megelőzőleg, amik nem sikerültek. 1000 fortéja van a dolgoknak. E pillanatban konkrét dolgot hagyd ne mondjak, hogyha megengeded, de úgy tűnik, mintha nem mondanék semmit, de szerintem elmondok ezzel kapcsolatban mindent, hogyha azt javaslom, hogy az emberi szervezetnek minden tápanyagra, vitaminra szüksége van a napi bevitelre, a napi munkája során az embernek pótolni kell ezeket a tápanyagértékeket, és ezeknek a helyes megválasztása. Amire nagyon felhívnám a figyelmet, az arányok helyes megválasztása. Lehet itt akár olajat, akár szénhidrátot, akár zsírt fogyasztani, csak ennek a mértéke és az aránya, ez nagyon lényeges, és erre nagyon oda kell figyelni. Lényeges a zöldségfélék és a szénhidrátok, zsírok helyes arányát megválasztani, és mikor, hogyan, milyen mennyiségben, milyen technológiával vigyük be a szervezetbe. Igen? És erre kiváló recepteket találhatsz a zsírégetés harcosainak receptkönyvében. Nagyon szépen köszönöm a riportot, további jó zsírégetést kívánok. Én is köszönöm a lehetőséget, sok sikert mindenkinek. Ennyi volt már a zsírégetés harcosainak tévéje. Köszönöm szépen a riportaranyoknak, hogy vállalták a szereplést. Neked pedig nagyon jó zsírégetést kívánok, és amennyiben szükséged van egy receptprogramra, ne hagyd ki, hamarosan megtudod, hogyan juthatsz te is hozzá. Katona Zoltán voltam, a zsírégetés harcosainak rendszerének megalkotója és annak szakértője. Nagyon nagy szeretettel foglak várni a nyáron megrendezésre kerülő zsírégetés harcosai életmódváltó táboromba. Gyere, semmiképpen ne hagyd ki!